Országos amatőr bajnokságot rendeztek az Ipari Park gokart pályáján. Az egyik legtechnikásabb hazai aszfaltcsíkon lányok, fiúk, gyerekek és felnőttek egyaránt beletapostak a gázpedálba. Szágúdás a Battal ingen, az amatőr OB soros futamán. A 300 méter hosszú aszfaltcsíkot sikánok, alul- és felüljárók tarkítják. Ez egy rövid pálya, tehát nem hosszú, de annál technikásabb. Tehát erről azt kell tudni, hogy két előzési pont van leginkább a pályán. Nehéz megtanulni, de nagyon élvezhető pálya. Először egész napos szabad edzések vannak, majd jönnek az időmérők, itt mindenki 5 mérkőt mehet, és akkor utána vannak a versenyek, ez 50 mérkőtől áll össze, és hát aki a legjobb, az nyer. Nagyon sok induló van, egyre többen járnak hozzánk is vissza, tehát egyre népszerű sportágról van szó. Érdekes, hogy Battáról elég kevesen járnak ki hozzánk, én azt mondom, egy ilyen 20-25 fő van, aki visszatérő vendég, és néha egy-két belső, inkább a környékbeli városokból jellemző. A versengésben hölgyek, sőt, ifjú titánok is megküzdöttek az idővel, a kanyarulatokkal és egymással. Az első áramban szeretnék benne lenni. Nem kényelmetlen ez a sisak? Nem. És itt egy ilyen felnőttes verseny, tehát ez is nem gyerekeknek való, de én úgy gondolom, hogy azért a gyerekek is elindulhatnak, hogyha van kellő ilyen hosszabbító ülés, meg minden, tehát van ilyen pedálhosszabbító, meg ilyenek. A kétnapos verseny második részében az amatőrök utána fél profik szálltak harcba battai trófeákért. Pályán 16 órás kezdettel a csurgót fogadja Adorján Gábor csapata, hát bízunk abba, hogy legalább a búcsú valóban szép lesz majd. A folytatásban most pedig egy egészen más jellegű sportág, ugye azt megszokhattuk, nagyon sokan tudják ugye ebben a városban, hogy van egy gokart pálya, ott van a battaring, és egyre többen ki is próbálják ennek a lehetőségét, élnek ezzel a bizonyos sanszal, de hát most ráadásul egy nagyon fontos kis amatőr verseny is volt, úgyhogy ellátogattunk oda, bár ez a többes szám főleg részemről túlzás, hiszen egyrészt Lakosa Gergő, aki mindenhol ott van, ő volt ugye a kamera mögött, de ezúttal nem én, hanem kitűnő kollégám Németh Krisztián kérdezett. Felbőgtek a motorok ismét itt a Battaringen, most milyen alkalom volt? Az országos amatőr bajnokság harmadik vagy negyedik futama van most jelen pillanatban nálunk. Most vagyunk az első napon, mostan a úgymond gyengébb kategória, és holnap jönnek a félprofi versenyzők. Amatőr bajnokság az mit akar? Bárki elindulhat? Így van, bárki elindulhat, aki kifizeti a nevezési díjat. Van egy egyszeri összeg, és onnantól kezdve ugye lehet úgy, hogy csak egy-egy versenyre nevez, vagy az összesre, az egész bajnokságra. Például ugye a nagy Hungaroringet szeretik is, meg nem is szeretik a pilóták. Hogy vannak a Battaring? Hát ez egy rövid pálya, tehát nem hosszú, de annál technikásabb. Tehát erről azt kell tudni, hogy két előzési pont van leginkább a pályán. Nehéz megtanulni, de nagyon élvezhető pálya. Hogy érzed, milyen a pálya? Hát először ugye, amikor még nincs felgumizva, akkor nagyon csúszik, de aztán már, hogy már sokkal többen mennek, akkor már elkezd felgumizódni. Tehát akkor egyre jobb. Tehát azért van így a verseny is. Tehát a verseny van a legvégén, akkor már leggumisabb a pálya. És milyenek a kanyarok? Vannak előzési lehetőségek? Hát én azt gondolom, hogy ezen a pályán nem nagyon, esetleg itt ebbe a kanyarba, de ott is csak ilyen veszélyesen, beszúrásosan. Az egyik barátom megpróbált nekem beszúrni, én lezártam a szöget, és ő ment a gumifalba, tehát ez is ott azért ilyen veszélyes. Milyen eredményt vársz magad? Első vagy második? Az igen. Mióta gokártozom? 3 éve most már. Hol ismerkedtél meg ezzel a sportággal? Ma Örkényben, az Euroringen. Később szeretnél nagyobb autókat is vezetni? Igen. Mint például, mi az álmod? Formula 2000, utána meg még a följebb lévő a Formula 3000, aztán meg a nagyobb autók. Népszerű manapság a gokart. Hát, mint ahogy látod, te is nagyon sok induló van, egyre többen járnak hozzánk és vissza, tehát egyre népszerű sportágról van szó. Battáról hányan gokártoznak körülbelül? Érdekes, hogy Battáról elég kevesen járnak ki hozzánk, én azt mondom, egy ilyen 20-25 fő van, aki visszatérő vendég,
és néha egy-két belső, inkább a környékbeli városokból jellemző. Mit kell tudni a gépekről? Az amatőr bajnokságban levő gépek ezek 9,5 lóerősek, Honda motorosak, így körülbelül ennyi, amit tudni lehet. A mi gépeink, ami a bérgokárton van, az kicsivel gyengébb, azok 6 lóerősek, ugyanezzel a motorral szerelve, ugyanígy Hondák. Ugye mondják, hogy kicsi a bors, de erős, így van ezekkel a gépekkel is? Igen, igen. Hát erősnek erősek. Amikor mostani ebben a szezonban kaptuk meg ezeket a gépeket, első futamon rendesen megizasztotta az embereket. Első szabad edzésre bement mindenki, és úgy izzadva jöttek, mint szinte mindenki fáradt volt, meg minden, de kis fizikum kell hozzájuk. Milyennek tartod a battai pályán? Nagyon kemény. Egyik legkeményebb pálya igazából. Főleg a híd és a híd utáni rész, ami nagyon kemény számomra. Főleg ezekkel a gokártokkal, mert erősek, és ha rossz tempóba érkezik meg az ember, akkor így bepattognak, és igazából legalábbis az én hátamnak nem tesznek jót ez ilyen pattogások. Amúgy élvezhető és komoly pálya. Igényli a koncentrációt nagyon. Azért nyugtassuk meg azokat, akik mondjuk acérkodnak azzal, hogy kipróbálják ezt a sportágat, hogy azért annyira nem veszélyes, ugye? Nem. Nagyon. Hát veszélyesnek nem veszélyes, hogyha az ember odafigyel a kanyarokra, a társakra, meg igazából nem arra törekszik, hogy véremenően versenyezze, hanem csak jó kedvből, meg úgy a versenyzés szeretetéért megy. Úgyhogy veszély az minimális ezen a szinten. Ez a gokártozás mennyire fertőzi meg az embereket? A benzingőz mennyire csapja meg őket? Hát itt két lehetőség van. Vagy az van, hogy az ember beül elsőre és azt mondja, hogy soha többet, vagy pedig rendszeresen vissza fog járni, mert ez egy ilyen sport, ez adrenalin az megy, és elviselhetetlen nélküle. Melyik csoportban vannak többen? Akik mondjuk azt mondják, hogy soha többet nem, vagy pedig akik többet ki se szállnak? Hát inkább akik többet ki se szállnak, és törvendégek lesznek.